Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szándékos károkozás? A korábbi bizottsági elnök szerint az Éjjel-Szekszárd frakció miatt nem épülhet új rendelő. Sártenger az udvarban, megfulladhatott volna az ozorai férfi saját otthonában. Táborfelújítás. Hivatalosan is átadták a felújított várajai tábort. Trianonra emlékezve, a magyarság tudat erősítése a cél Simogárdon. Szándékosan károsítják meg az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai a város önkormányzatát azzal, hogy leállították az uniós pénzzel támogatott Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építését. Ezt a Tolnai megyeszékhely korábbi gazdasági bizottságának elnöke mondja. Kővári László szerint a város elbukja a rendelő építésére kapott pénzt, mert a támogatás csak erre a helyszínre járt volna az önkormányzatnak. Ha nem valósul meg, és amennyi költségbe kerül, ez igenis a frakció állja és fogadja el, mert ennyi szándékos károkozás van a szekszárdiak részére. Szándékosan károsítják meg a várost az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építésének leállításával. Ezt az önkormányzat korábbi gazdasági és pénzügyi bizottságának egykori elnöke jelentette ki a múlt heti közgyűlésen. Nem sokkal később az Éjjel-Szekszárd tagjai mégis megszavazták a fejlesztés leállítását. Szerintük más helyszínt kellene keresni, annak ellenére, hogy korábban ők is jóvá hagyták a Szabó Dezső utcai építkezést. A rendelő jó részt uniós pályázati forrásból épülne, az irányító hatóság pedig néhány hete egyértelműen közölte, csak akkor ad pénzt, ha a fejlesztés az eredeti terveknek megfelelően a Szabó Dezső utcánál valósul meg. Kővári László azt mondja, ezért érthetetlen a beruházás leállítása, ami a képviselő szerint egyet jelent azzal, hogy az önkormányzat elbukja a korábban már megítélt támogatást. A hatóság kimondta, hogy más helyet módosításra nem fogad el. Most megint állítólag van 10 újabb hely, ahol itt próbálkozunk, hogy hol lehetne megvalósítani. Meg lehet, ha van rá pénz, de akkor ezt teljes összegében a városnak kéne állni. Kővári László azt mondja, az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai egyszerűen nem hajlandóak együttműködni a kormánypárti képviselőkkel, és szándékosan akasztják meg a város fejlesztéseit, csak azért, mert azokról még az előző ciklusban a korábbi közgyűlés döntött. Én úgy látom, hogy országos mintára mindenhol csak, hogy mit nem lehet, mit nem kell, mit nem akarunk. Ez a lényeg a döntésben. A rendelőnek most az Éjjel-Szekszárd tagjai új helyszínt akarnak keresni, annak ellenére, hogy az államkincstár korábban azt közölte, csak a Szabó Dezső utcai építkezésre ad az állampénz Szekszárdnak. A projektnek egyébként 2021 végéig kell elkészülnie, az viszont kérdéses, hogy az engedélyeztetési folyamat és a kivitelezés ilyen rövid idő alatt végigvihető-e. Amennyiben a riportban elhangzottakkal kapcsolatban az Éjjel-Szekszárd képviselői is kifejtenék véleményüket, természetesen helyet adunk nekik híradónkban. Halálos motoros baleset történt vasárnap a 6-os úton Dunaföldvár közelében. A kétkerekű jármű sofőrje valószínűleg túl gyorsan ment, ezért nem tudott megállni a főútra kikanyarodó munkagép előtt. A 60 éves motoros a traktor pótkocsijának hajtott, a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen elhunyt. Iszapos eső és hordalék árasztotta el egy ózorai család házát és az udvarukat. A bajt az okozza, hogy a közelben van egy domb, amiről rendszeresen az udvarukba folyik az esővíz. Ráadásul az önkormányzat nem régen felújította a házuk előtti utat, ami csak további nehézségeket okozott az ózorai családnak. Palánkkal van eltorlaszolva az az átszakított kerítés, ahol sikerült kimenekülnie a családnak saját telkükről. A nagy esőzések miatt a csapadék árvízszerűen zúdult be az udvarba, és árasztotta el a házat is. Az iszapos, hordalékos víz és a rossz vízelvezetés több éve keseríti meg az itt lakók életét. A rokkant nyugdíjas családfő azt mondja, ha egyedül érte volna otthon ez a nagy ár, nem éli túl. Ha jön egy ilyen nagy eső, de már ide jöjjön egy közepes szint, de nem kell nagy eső, egy közepes szint eső. Hogy megyek én ott ki? Hulladjak itt benn, magyarul? Már benger, hulladjak. Már amikor mentem ki, Marika, lesüllyedtem az iszapba, leesett a kezem, te kaptál meg a gyerek, te fogta hátul a gyerek, meg előre, úgy húztatok ki, nem így volt?
A férfi azt állítja, hogy ha 5 perccel tovább esik az eső, akkor az egész házat elöntötte volna a víz. Azt mondja, hogy a legutóbbi útfelújításnál közel 15-20 cm-rel emelték meg az utcai burkolat szintjét, ezért az útról is az ő telkébe folyik be a víz. A vízzel vezető árkok sem megfelelőek, hiszen nem elég nagy az áteresz. A hordalékok felfogására szolgáló rács sem elég sűrű, így minden átmegy rajta. A víz alámossa a járdát, az is berogyhat hamarosan. Azt mondja, olyan árok kéne eléjük is, mint amilyen a falu többi részén van. Ide viszont már nem jutott el a fejlesztéssel az önkormányzat. Muszáj lesz lépni, mert ha ne adj Isten, egy olyan katasztrofális helyzet van, megint ami jön, én innen nem tudok kimenekülni. És nagyon szépen megkérem a polgármesterasszonyt is, a KPM-et is, hogy részemre legyenek szívesek biztosítani egy olyan dolgot ebben kapcsolatban, hogy ne folyjon be víz. A férfi már többször megkereste a polgármestert a problémával, de azt mondja, semmi eredménye. Mi is próbáltuk az eset miatt megkeresni a település vezetőjét, ő viszont nem állt szóba velünk. Egy munkatársával azt üzente, hogy a rengeteg teendője mellett nem tud stábunkra időt szakítani. Közel 9 méter magasra daruval emelték vissza a több mint 900 kg-os szív alakú acélszerkezetet a paksi Makovec templom tetejére. A felújítást áprilisban kezdte el a kivitelező, a belső munkálatokkal párhuzamosan az acélszerkezet felújítását is elvégezték. Hatalmas daru állt a paksi Szent Élek templom mellett, segítségével a tető acélszerkezetét emelték vissza a helyére. Áprilisban számoltunk be arról, hogy felújításba kezdett a paksi katolikus egyházközség, hiszen pályázati úton 150 millió forintot nyertek a Makovec templom rekonstrukciójára. Mindenképpen üzenet értéke van, hogy megújul egy templom. Fontosnak tartják sokan azt, hogy megújuljon. Itt gondolok a kormány, hiszen a kormány finanszírozza a munkálatokat. Fontosnak tartja az egyházmegye, hogy a templomaira figyeljen. A plébánia is fontosnak tartja, ha nem is ugye mi vagyunk a munka irányítói, a beruházók, tehát akik ezt az egész munkálatot koordinálják, de mégis mi is nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez megszépüljön. A felújítás első szakaszában kivették a padokat, kívülbelül felállványozták az épületet, elkezdték a belső térben lévő rossz állapotú faanyagok javítását és kezelését, valamint leemelték a tető régi acélszerkezetét, amelyet az önkormányzat által biztosított közeli telephelyen rekonstruáltak. A tetőt ezt követően helyezték vissza. A következő pár hónapban a lakosok számára kevésbé látványos, de fontos munkákat végezel a kivitelező, amelynek fontos eleme volt, hogy a műemléki acélszerkezet a helyére kerüljön. Most fogják tudni levenni a pontos méretet a védőtetőnek, amit ugye milliméter pontossággal kell megalkotni, és igazándiból annak a legyártása, utána az üvegezése, és utána készül akkor. Tehát ez nagyjából most két és fél hónap szünetet takar ebbe a kivitelezésbe. Ezek a védőszerkezeteknek a gyártása készül most. Utána fog a helyszínen folytatódni a dolog. A kivitelező azt is elmondta, hogy az előre meghatározott ütem szerint halad a beruházás, így várhatóan az eredeti időpontban, november közepén ismét birtokba vehetik a hívek a Szentlélek templomot. Tovább korszerűsödött a várajai tábor. A Bonyhádi önkormányzat kezelésében álló üdülő területre a város évek óta fordít jelentős összeget. Legutóbb a közösségi terek korszerűsítését valósították meg, míg most a hálóterek váltak a kor elvárásainak megfelelő állapotúvá. A bonyhádi gyerekek már birtokba vették a felújításon átesett várajai tábort. A város tulajdonában lévő üdülőt évek óta építgeti a tulajdonos, eddig a közösségi terek felújítására fordítottak forrásokat, most a hálóterek egy része válhatott komfortosabbá. A 2 évvel ezelőtti nagy pályázatos felújítást követően a város önerejéből 30 millió forint támogatással a szálláshelyeket is részben meg tudta újítani. 6 szálláshely, 60 férőhely újult meg ebből a projektből, a város 30 millió forintjából. A másik, aminek nagyon örülünk, hogy nem az üres táborban vagyunk most itt, hanem a veszélyhelyzet elmúltával megtöltötték a gyerekek, ez most már a második turnus. Nem csak gyerekeket várnak a táborba, hiszen a felújítás eredményeként kényelmes pihenést szolgáló apartmanházak is létrejöttek. 3 darab 4 fős bakancsos házzal rendelkezünk, természetjárók, biciklisek, túrázók,
és a természet szerelmeseit várjuk ezekbe a házainkba. Az idei nyáron a Bonyhádi gyerekek feltöltötték a létszámot, ám mindazok számára, akik szívesen töltenének időt Váralján, még van lehetőség a helyfoglalásra. Új művelődési ház megépítésének tervét fogadta el a bátaszéki képviselőtestület. Bozsolik Róbert polgármester kiemelte, azzal minden döntéshozó tisztában van, hogy az évek óta tervben lévő beruházás kivitelezése saját forrásból lehetetlen, így reméli, hogy a politika és a közművelődési szakma közös összefogásával hamarosan elkezdődhet az építkezés. Azt mindannyian tudjuk, hogy ez nem önkormányzati szintű beruházás, ezt mindenképpen csak kormányzati támogatással lehet megvalósítani. Bízunk benne, hogy a kormányzat politikai és közművelési oldala is támogatja, hogy a ciklus végén Bátaszéken egy új művelési központot láthatnak majd a bátaszékiek. Zöldség és gyümölcsárusokat ellenőriznek a héten az adóhatóság munkatársai Tolna megyében. A revizorok vizsgálják a nyugta és a számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét, valamint az online pénztárgép használatához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését. Ellenőrökre elsősorban Pakson, Dombováron, Bonyhádon, Tamásiban és Ozorán kell számítani. Trianon emlékművet avattak Siógárdon. Gerő Attila polgármester azt mondta, a magyarságtudat erősítése vezette az önkormányzatot az emlékhely kialakítására. A siógárdi népdalkördalai vezették be a trianoni emlékmű felavatásának ünnepségét. A szobor már a tavasz folyamán felállításra került, ám a vírusveszély miatt Gerő Attila polgármester úgy döntött, megvárja a biztonságosabb helyzetet. A polgármester úgy fogalmazott, méltatlan lenne a Trianon jelentőségéhez, ha szájmaszkban emlékeznénk meg róla. Gerő Attila arról is szólt, példaértékű az a helytállás, ahogyan Magyarország az események után ismét talpra állt és megszilárdította a helyét Európában. Rokonok, testvérek, ismerősök maradtak biztos, hogy a határokon kívül, de ugye a legfontosabb talán az, hogy az elszakított magyarokkal való mai napig tartó, szerintem szoros köteléknek a figyelmére hívja föl mindig minden évben ez a június 4-i megemlékezések. A siógárdiak gyertyagyújtással emlékeztek meg a 100 évvel ezelőtti történésekre, és adták jelét annak, fontosnak tartják a nemzeti összetartozás ügyét. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Intelligens művégtagfejlesztés Pécsett, elkészült a prototípus a 3D központban. Időszaki tárlat, díszkiadás bemutatása Szentlőrincen, a trianoni békediktátumról tartottak megemlékezést. Együtt készül Rasovszki és Kalmár, nyílt vízi úszók a Balatonnál. Művégtag, amellyel akár egy tojást is megfoghat a beteg úgy, hogy nem törik össze, erre is képes a mesterséges intelligenciával ellátott karprotézis, amit Pécsen fejlesztenek orvosok, mérnökök. Elkészült a prototípus, amit használat közben mutattak meg stábunknak pénteken. A külső beavatkozás nélkül a sérült kar megmaradt izmainak jeleire reagáló eszköz gyártásához jelenleg befektetőket keres a 3D központ. Felkerül a műkéz a megmaradt kar csonkjára. Csak egy mozdulat az egész művelet, azonban utána, mintha csoda történne. Külső segítség nélkül a használó maga irányítja az eszközt. Maga az izma, ahogy mozog, úgy az ad le jeleket, és egy szenzor érzékeli. Ezen az elven működik a művégtag, mondja az egyik fejlesztő a háttérből. A vizes palacknál kisebb tárgyak megfogása sem jelent problémát, még rajzolni is tud a beteg a bal kezével. A Pécsi Egyetem 3D központjában fejlesztették az intelligens eszközt. Izomjelek hatásával ugye folyamatos mozgatásra képesek az ujjak, és ami egy újdonság, ami egy novum itt is, a taktilis visszajelzés, ami azt jelenti, hogy nem csak szemmel látja a felhasználó azt, hogy megérintette az adott tárgyat, hanem rezgőmotorok segítségével ő visszajelzés is kap arról, hogy megérintette, illetve hogy milyen erővel magát a tárgyat. Ez azt is jelenti, hogy például egy tojás megfogásánál, vagy kimegy a műhelybe, és egy kalapásnél megfogásánál egészen másképp tudja használni magát a mi elektromos protézist.
A prototípus előállítása volt a cél, amit egy kockázati tőkebefektető cég finanszírozott, mert látott fantáziát a termékben. Most a piacra jutás a cél. A következő időszakban célkitűzésünk, hogy egy második körös kockázati tőkebefektetést találhassunk, és egy készterméket tudjunk ebből elállítani, amely segítségével szeretnénk piacra lépni, és ezt a fejlesztést minél több kliens számára eljutatni, hiszen ez egy költséghatékony, személyre szabható és magas funkcionalitással bíró eszköz lesz. Jelenleg a világban a hasonló bioelektromos protézisek 15 millió forint körüli áron kaphatók. A pécsi fejlesztés célja az volt, hogy ezeknél olcsóbb és nagyobb tudású eszközt hozzanak létre. A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács támogatásából 15 elektromos kórházi ágyat és etetőasztalos éjjeli szekrényeket vásárolt a Baptista Szeretet Szolgálat összesen 3 millió forint értékben. A segélyszervezet ezeket a fenntartásában lévő Pécsi Szeretet Otthonnak adományozta. Az ágyak pénteken érkeztek meg a Malomvölgyi úti telephelyre. Az intézményben látogatott Szilágyi Béla, a Baptista Szeretet Szolgálat újonnan megválasztott elnöke is. A Baptista Szeretet Szolgálat Szeretet Otthona három telephellyel működik Pécsett. A Malomvölgyi úti intézményben 452 idős embert és 28 mozgásfogyatékos szemét látnak el. Így nagy segítséget jelent a fenntartó mostani ajándéka. 15 elektromos ágyat és ugyanennyi etetőasztalos éjjeli szekrényt kapott az otthon. Gyúró Anikó intézményvezető elmondta, eddig főleg a hozzátartozók vették meg az ilyen típusú drága ágyakat. Az ágy emelhető magasságában, lesülyezthető, lábrész, fejrész emelhető, tehát nem kell emberi segítséggel felültetni, illetve lefektetni az ellátottakat. Ugye azok, akiknek nagyobb fájdalma van, nehezebben mozognak, azoknál már az is fájdalmat jelent, hogyha megfogja az ápoló és felülteti, vagy lefekteti, vagy kiülteti az ágy szélére. Így egy kicsit tehermentesítjük a kollégákat, és fizikailag, illetve a lakóknak is kényelmesebb lesz. A Baptista Szeretett Szolgálat a pandémiás időszakban folyamatosan segítette intézményeit arcmaszkokkal és fertőtlenítőszerekkel. Szilágyi Béla elnök elmondta, büszkék arra, hogy a pécsi intézményben az egyik telephelyen sem volt COVID-fertőzött, se az ápoltak, se a dolgozók között. Nagyon nagy munkát végeztek a munkatársaink, és fenntartóként mi is igyekeztünk a lehető legtöbbet megtenni, akár eszköztámogatással, akár szakmai támogatással, és ehhez a munkához járul hozzá az a 15 kifejezetten speciális és különleges ágy, amit a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácstól kapott támogatásból tudtunk megvásárolni. Szilágyi Béla hozzátette, a most Pécsre érkezett 15 speciális ágy összesen 3 millió forintba került. A trianoni békediktátumról tartottak megemlékezést a Brandner Kunc Múzeumban pénteken Szentlőrincen. Az eseményen átadták az egykori főszolgabíró Kunc Miklós kalandos utat bejárt Hadifogoly napló című könyvének díszpéldányait, valamint megnyitották azt az időszaki kiállítást is, mely tárgyi emlékeket mutat be az 1920-as évek gyászáról és a dél-dunántúli régió megpróbáltatásairól a szerb megszállás idejéből. A Szentlőrinci Brandner Kunc Múzeum az országban egyedülálló a 19-20. Század fordulójának polgári lakáskultúráját bemutató gyűjteménnyel rendelkezik. A gyógyszerészként dolgozó Brandner Antal unokaöccse volt dr. Kunc Miklósnak, egykori szentlőrinci főszolgabírónak, akinek hagyatékát, mesés tárgyi emlékeit őrzi ez a ház. A trianoni békediktátumról tartottak megemlékezést a múzeum udvarán pénteken. Tulajdonképpen majdnem minden település létrehozott valamit, vagy egy könyvet, vagy egy emlékkiállítást, vagy fölállított egy térképet, a határok szétszabdolását mutató műtárgyat. Tehát mindenki, vagy például Pakson is kiadtunk egy CD-t, amin összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos
dalokat, koncertfelvételeket. Dr. Koncz Miklós az első világháborúban átélt megpróbáltatásait, a szibériai hadifogság 5 évének szenvedéseit, valamint hazaszökésének történetét Hadifogolynapló című művében írta le. A kézirat kalandos utat járt be, míg visszakerült Szentlőrincre. Ennek a naplónak készült el a könyvváltozata tavaly ősszel, és a díszpéldányokat most a trianoni megemlékezésen adták át, ahol megnyitották azt az időszaki kiállítást is, mely tárgyi emlékeket mutat be az 1920-as évek gyászáról. A legnagyobb jelentősége az az, hogy a szentlőrinciaknek, illetve az itt élőknek bemutathatja ez a könyv azt, hogy az első világháborúba hogy élt egy katona, hogy élt egy szentlőrinci hazafi, hogyan és mi módon töltötte azt az 5 éves fogságot Oroszországba el, amit rá kimért a sors, és hogyan tudott utána integrálódni és országépítőként tevékenykedni a két világháború között. Nagy Csaba országgyűlési képviselő hozzátette, ennek a megemlékezésnek is az az üzenete, hogy hűség, kitartás és szorgalmas munka az, ami előre viszi az egyént és a társadalmat is. Új edzőpartnerrel folytatja a felkészülést Rasovszky Kristóf, világbajnok nyíltvízi úszó. Kalmár Ákos és Rasovszky korábban már edzettek együtt, és mind a két fiatalnak jót tett a közös munka. Emellett mindkét úszó tagja a jelenlegi olimpiai keretnek is. Egymás mellett rója a métereket a medencében a világbajnok és a jövő egyik 1500 méteres gyorsúszó reménysége. Kalmár Ákos a bajai Spartakusztal érkezett Rasovszky mellé. Baján egyedül úsztam, nem volt kivel edzeni. A csapatban legfőképp fiatalok voltak, és azért úgy nem az igazi. Kristófot meg ismerem már viszonylag régóta. Edzettünk is együtt, voltunk közös edzőtáborban, ahol jól ment együtt a munka, és be is jött ez a felkészülés, mert a edzőtáborok után lévő versenyeken jókat úsztam. A fiatalok örülnek a közös készülésnek, hiszen a kihagyott hetek után mindkettejük számára a legfontosabb, hogy minél előbb újra formába kerüljenek. Nyilván most próbálunk minél előbb azért formába kerülni, hogy minél jobban utolérjük magunkat az idei évre tervezett állapothoz, és akkor a következő évben erre még rá tudnánk tenni, úgyhogy mindenképp az a cél, hogy a lehető leggyorsabban visszatérjünk a régi kerékvágásba. A fiatalok az olimpiai felkészülést is úgy folytatják, ahogy a veszélyhelyzet előtt eltervezték, legalábbis egyelőre. 2 délszaki tábor, majd 2 magaslati tábor következett volna, és aztán pár héttel a tokiói verseny előtt mondjuk egy 10-14 nappal utaztunk volna Tokióba. Ezt most is így tervezzük, ugyanakkor azért a kérdőjel benne van, hogy a vírushelyzet milyen lesz, az edzőtábori színhelyek, azok az országok fogadóképesek lesznek-e, és mit dönt a Magyar Úszószövetség elnöksége. Rasovszky Kristóf abszolút éremesélyesként indulhat a tokiói olimpián a 10 kilométeres nyílt vízi úszáson, míg Kalmár Ákostól döntőbe jutást várnak a szakemberek 1500 méter gyorsan. Végül mutatjuk újra röviden a Tolna megye legfontosabb híreit. Szándékos károkozás? A korábbi bizottsági elnök szerint az Éjjel-Szekszárd frakció miatt nem épülhet új rendelő. Sártenger az udvarban, megfulladhatott volna az ozorai férfi saját otthonában. Táborfelújítás. Hivatalosan is átadták a felújított várajai tábort. Trianonra emlékezve, a magyarság tudat erősítése a cél Simolgárdon. Kedden napos csapadékmentes meleg időnk lesz. A déli, kora délutáni időszakban nagyon erős UV-sugárzással kell számolni. Éjszaka nyugodt, csillagfényes, csapadékmentes, szélcsendes időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!